Ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy hogyan tudunk több képet egy menetben átalakítani. Sokszor ugyanis több képen szeretnénk egyszerre valamilyen műveletet elvégezni, például átméretezni, átnevezni, logót rárakni a képekre. Ahelyett, hogy ezt egyesével kellene megtenni, Windowson én az InformView nevű programot szoktam segítségül hívni. Ez a program az InformView.com oldalról tölthető le. Én a saját gépemmel létrehoztam egy könyvtárat, amiben az átalakítandó képeket helyeztem el. Ezek egyszerű természetfotók, ezeket szeretném átméretezni, illetve egy vizet szeretnék rárakni egy logót ide a jobb felső sarokba. Nézzük, hogyan kell. Indítsuk el az InformView programot. Miután a program elindult, a File menüből válasszuk ki a Batch Conversion Rename menüpontot. Hogyan is néz ki ez az ablak? Itt látjuk itt a Work As panelen, hogy mi az, amit szeretnénk csinálni. A Batch Conversion azt jelenti, hogy ez csak szimplán átalakítja például a képformátumot, mondjuk JPG-ből PNG képet tudunk csinálni. A Batch Rename az egy sima átnevezés, a Batch Conversion és Rename, ez pedig átalakítás és átnevezés egy menetben. Itt a jobb oldalon tudjuk kiasztani azt a könyvtárat, ahol az átalakítandó képek vannak. Én a Temp InformView könyvtárat választottam, és ezek a képek, amiket át akarok alakítani, egyesével a Ctrl billentyű lenyomásával tudom kijelölni őket, és az Add vagy az Add All gombra kattintva tudom hozzáadni ide, ezek az Input Files panel. Itt van az a Batch Conversion Settings. Itt tudom megadni a kép átalakítási beállításokat. Például a kimeneti formátum, én hagyom most JPG-n. Itt az Options-re kattintok, itt látható, hogy van tök sok lehetőség. Én a Save Quality-vel szoktam játszani, például amikor webre alakítok át képeket, akkor fontos, hogy mondjuk ilyen 100-150 kB-nál ne legyen nagyobb egy kép, tehát ezzel a fájl méretet lehet átalakítani, a képnek a minőségét lehet igazából lerontani. Maradjon ez most 76%-on, ez nem eredményez egy hűde szuper képet, viszont a minősége sem fog túlzottan romlani. Hagyjuk meg tehát ezen a beállításon. Akkor itt van ez a Use Advanced Options, gyakorlatilag ha erre kattintok, akkor itt rengeteg beállítást látok, például itt a Resize, nekem már be is van pipálva, legyen mondjuk az által kínáló képnek a mérete 1024x768, és itt az Add Watermark, ez a checkbox, ha erre kattintok, akkor meg tudom adni a beállítandó logónak a paramétereit, kattintsunk ide a Settings gombra, és itt látható, hogy hova szeretném elhelyezni, Start Corner, tehát hogy melyik legyen a kiindulási sarok, vagy esetleg középre is lehet rendezni. Én most a jobb felső sarokba akarom pozícionálni, és ezzel az X-chord, Y-chord, ezek az offsetek, ezek az eltolások, tehát hogy a saroktól hány pixelre legyen eltolva ez a kép, és én az overlay transparency, ez a képnek a logónak az áttetszőségét jelenti. A Choose gombra kattintva ki tudom választani azt a vizet, amit én szeretnék a képre rárakni, legyen mondjuk ez a logó megnyitás. Oké, nyomok még egy oké gombot. Itt igazából többet nem szeretnénk, tehát amit én most ezzel bájtottam, az a méretezés és a vízjel. Oké gomb. Itt meg lehet adni a nevét a képeknek, méghozzá legyen mondjuk, maradjon ez természetfotókon, és kettős kereszt a végén legyen mondjuk egy, gyakorlatilag ez egy sorszámozó. Hogyha mondjuk itt 3 kettős kereszt lenne, akkor 3 karakter hosszú sorszámot adna hozzá, legyen mondjuk így. Itt a kimenet, hogy hova mentse a képeket. Ez a kimenet könyvtárhoz pont jó, jó helyen vagyunk, nyomok egy OK gombot, és semmi más dolgunk nincsen, mint a Start gombra kattintani, Start Batch gombra. Ő meg is csinálta az átalakításokat, itt látható, hogy feldolgozta, ez a bemenet, ez pedig a kimenet, és itt a statisztika, 4 fájlet átalakítva, 0 hiba, 0 figyelmeztetés. Ha nem akarnék többet átalakítani, akkor az Exit Batch-re kattintanék, hogyha vissza akarnék térni és újabb képeket szeretnék átalakítani, akkor Return to Batch gombot kell választani. Én most az Exit Batch-re kattintok, vagyis készen vagyok az átalakításra, és nézzük meg, hogy mit csináltam. Itt vannak a képek, igen, megvan a logó,
Itt a második kép, harmadik kép és negyedik. Amit megfigyeltünk, hogy én a programtól azt kértem, hogy 1024x768 legyen a mérete. A program arányos méretezést végzett el. Tehát a referencia méret az a szélesség lett mindegyik képnek. Itt látható itt a képnél, hogy mindegyik képnek 1024 a szélessége, a magassága viszont a szélességhez képest arányosan lett méretezve. Tehát torzulás nem következett be, a képek szélessége azonos lett 1024, a magassága eltérő. Ez egyébként nem baj. Remélem, hogy ezzel a videóval számotokra is könnyebbé vált több kép egyidejű átalakítása. A következő videóban meg fogom mutatni, hogy például Linuxon vagy Apple gépeken milyen programot tudunk ugyanerre a célra használni.